igazából most már a lámpaláz az az én életemben nem nagyon van jelen, illetve egy ilyen természetes kis adrenalinként ott van a szervezetemben, tehát mielőtt színpadra lépek, persze stenkel engem az, hogy most emberek elé fogok kiállni, és ott valamit interpretálni kell nekik, és szórakoztatni kell őket, de hogy Isten igazából már nem az van, hogy félek a színpadra állni. Ez egy jó dolog alapvetően, a lámpaláz az előadás előtt, vagy akár adás előtt van, vagy valakinek egy fellépés előtt, akár egy osztályban. És hogy szerintem az egy nagyon fontos dolog, hiszen az jelzi azt, hogy engem nagyon érdekel és izgalomba hoz az, amit majd csinálni fogok. A lámpaláznak az a része rossz, hogyha amikor kimegy az ember a színpadra, és még ott is remeg, akkor ott gond van. Viszont szerintem akkor is gond van, hogyha én mondjuk majd egy előadásat azt érzem, hogy nincs lámpalázom, hogy nem izgulok egy picit sem, akkor az azt jelenti, hogy már kicsit érdektelen számomra. Képzel maga róla! Szerintem az izgulást azt egyáltalán nem lehet direkt letenni. Mert hogyha direkt leteszed, akkor mindig attól tartasz, hogy újra elő fog jönni, vagy valami megint újra előidézi. Az izgulásra nincsen recept. Van jó izgulás és van rossz izgulás. A rossz izgulás ellen úgy lehet szerintem tenni, hogy felkészül az ember alaposan, és akkor biztos magába, hogy ezt végig tudja csinálni. A jó izgulás pedig szerintem kell, mert anélkül nincs meg az a plusz az előadóba, hogy akkor most oda tegye. És tényleg, hogyha nagyon nagy para van, akkor én imádkozni szoktam, lenyugodni, és akkor kimenni és végigcsinálni azt, amit begyakoroltam. Ilyen inspiráló és felszabadító, izgalmi állapot igazából az, ami a színpadra lépés előtt van. Aztán nyilván minden előadásnál más. Mondjuk egy premier előtt nyilván sokkal jobban izgul valamilyen pszichés módon az ember, mint bármelyik másik előadás előtt. Hullámhosszra kell ráhelyezkedni, és talán az attól vagy ettől az ismeretlentől való félelem az, ami ilyen izgulásban előjön. És akkor mindig azt várom, hogy kezdődjön már el, mert akkor már azt érzem, hogy akkor az már az enyém. Szerintem minden egyes előadónak szüksége van a lámpalázra egy bizonyos szintig, hiszen bármennyire is pofinálunk ki a színpadra, attól még ez az életünknek a nagy öröme az, hogy színpadra állhatunk. Ez mindig egy ilyen izgalmas pillanat, mert nem tudhatjuk előre, hogy a közönségnek tetszeni fog-e az, amit mi adni akarunk nekik, és ezért mindig kell, hogy legyen bennünk egy természetes druk, hogy tényleg a maximumunkat tudjuk adni. Én sosem dolgoztam azon, hogy leküzdjem a lámpalázat, úgyhogy mert szerintem jó esetben ez úgy működik, hogy kilép az ember a színpadra, és az első szónál legkésőbb ez elmúlik, vagy ahogy belenéz a partnerének a szemébe, vagy belenéz a kamerába, vagy mondjuk adásnál ránézek az Imrére, és már megy, és tudom, hogy megy élőben, akkor ez ennek elméletileg természetes módon magától el kell múlnia. Egy csomó olyan para volt bennem, amit én úgy érzem, hogy az idővel hát így levetköztem magamról, vagy levetettem. Mert egyszerűen megtaláltam ezeknek a dolgoknak a módját, hogy létezzek a színpadon. És nyilván ebben van egy ilyen esetlegesség, hogy természetesen bármi történhet, de ez igazából engem doppingolt. Az én tapasztalatom az, hogy a felkészültség is ad egyfajta nyugalmat. Tehát, hogy tudom. A birtokomban van, és hogyha úgy megyek neki, akkor igazából ez még külön egy nagyon-nagyon jóféle pozitív izgalom, hogy rábízom magamat arra, ami igazából a színháznak, mint élő műfajnak a lényege, hogy ott történjen meg az, aminek ma este kell megtörténnie. Én amit használtam eleinte, hogy nem közvetlenül a közönségnek a szemébe néztem, hanem én mindig egy picit föléjük néztem, tehát hogy mindig egy kicsit inkább a távolba, ahol már nem láttam kifejezetten az arcokat, hogy mit reagálnak rám, mint hogyha ő nekik nyomnám, tulajdonképpen nekik nyomom, csak egy kicsit azért próbálom kihelyezni magam így a közönségből. Nekem ez működött. És itt van velünk Estót Márta, Life és Business Coach, NLP tréner, akivel jól kivesézzük a lámpaláz kérdését. Így van, szép estét nektek. Miből ered pontosan a lámpalázunk? Mitől szorongunk, mitől félünk? Mi az eredője? Jaj, de jól fogalmaztad ezt a mitől szorongunk, mitől félünk. Nagyon komplex egyébként a lámpaláz, és nem lehet egy ruhára rá ölteni ezt. Igazából sok minden lehet. Felsorolom. Az egyik az, hogy van egy megfelelési vágyunk. És aztán amennyivel ez fokozódik, annál inkább a lámpalázunk nő.
megfelelni akarunk közönségnek, mondjuk nektek, megfelelni szeretnénk a szeretteinknek, megfelelni szeretnénk azoknak, akiket följebb emeltünk nálunk, vagy egyszerűen megfelelni akarunk magunknak, mert sosem elégedünk meg saját magunkkal. Ez a nem vagyok elég jó érzés a második. A harmadik, hogy nagyon érzékeny vagyok és szégyellős, mert valamikor gyerekkoromban, ahelyett, hogy fölemeljenek és támogassanak a szülők, a tanárok, a tanítók, ellenkezőleg azt mondták, hogy miért csak hármas, vagy miért csak négyes, hogy miért nem ötös. És ugye ezek mind jönnek, és egy állandó ismétlés a tudattalattinak kreál ilyen érzéseket, ugyanis ugye a tudattalatti a főnök ezekért az érzésekért. Nyugtass meg kérlek, hogyha mondjuk te egy előadás előtt állsz, egy picit azért te is szoktál izgulni, vagy benned is van valamilyen fajta stressz, és milyen Vártam. Fajta stressz ez a stressz? Vártam a kérdést. Nagyon érdekes, hogy nekem is volt egyébként lámpalázam, most már nincs lámpalázam. Megmondom miért, mert el lehet jutni a tudatosság annak a szintjére, amikor azt mondod, nem tudok megfelelni mindenkinek, nem fog mindenkinek tetszeni. Az, amit mondok, az, ahogy mondom, miért is? Mert fogok gombokat megnyomni, egyes embereknek tükröt fogok jelenteni, a harmadiknak pont a problémáját mondjuk a X emberrel, akinek nem gyógyult meg ugye, akár a sebe, amit okozott, vagy egyéb. Szóval nem tudok mindenkinek megfelelni. Ezért nem is fogok igyekezni mindenkinek megfelelni. Azt mondom, hogy a 80% vagy a 90% ugyanolyan jó, sőt, a tökéletes. Nem a 100%. Ha ebbe visszük bele magunkat, a környezetünket és majd a gyerekeinket, egy átkozott társadalommá válunk, azaz soha nem leszünk elégedettek semmivel. Miközben a kicsi is épp elég nagy. Ha mondjuk egy állásinterjún próbálunk megfelelni, elnyerni a jövendőbeli, reménybeli főnökünk tetszését, akkor hátránya, hogyha látja rajta, hogy izgulunk, avagy éppen, hogy azt gondolhatja, hogy hát tétje van számára a dolognak. Hát, hogy álljunk ehhez hozzá? Attól függ, hogy milyen állás és milyen pozíciót. Nyilván, ha rólatok van szó, akkor az, hogy lámpalázasok vagytok, és ez nagyon látszik, akkor nem biztos, hogy egy előny. Ha egy közép-felső vezetői állást pályázunk meg, illik magabiztosnak tűnni, és illik igenis képviselni magunkat kellőképpen, ugye a pozíció magaslatán. De nagyon sok olyan állás van, ahol teljesen rendben van, hogy izgulékonyak vagyunk, hogy egy kicsit szégyelősek vagyunk, hogy remeg a kezünk, a hangunk, pirosodunk. Teljesen rendben van, hisz így szép az élet, és így szépek vagyunk mi is benne, hogy változó, mindenki más, könyvelő. Ha nem egy vezető, miért kéne neki magabiztosnak lenni? A számokban legyen magabiztos. Nem kell prezét tartani, ha nem muszáj. És rendben van, hogyha pirul. Ugyanígy nagyon-nagyon sok végrehajtó munka van, ahol el kell ezt fogadni, és nem kell erőltetni, ha nem muszáj. Persze a technológia az élet fölgyorsult, és van egy elvárás a társadalomnak, miszerint most már illik prezét tartani, illik speech-et tartani, illik képviselni magadat, úgy, ahogy a többiek elvárják, de kérdés, ki az a többi? Meg van, akinek ez akkora áldozat, meg akkora erőfeszítés, hogy szerintem nem érdemes azt az energiát belefektetni. Fölösleges stressz, és a másik az, hogy amennyivel inkább vállalod önmagad, és békébe kerülsz saját magaddal, hogy jó ez a szint, ahol vagyok, zárójel nem azt jelenti, hogy ne fejlődjünk, ellenkezőleg próbáljunk fejlődni, csak ne akarjunk nagyon nagy mércéket megütni. Menjünk mindig egy kicsit fokozatosan, és nyugodjunk meg, elértünk egy lépcsőt, ott álljunk meg, örüljünk neki, élvezzük ki aztán a következőt. Tehát, hogy igen, valóban a társadalom nagyon siet, minden föl van gyorsulva, és azt hiszük, hogy nekünk is nagyon-nagyon, lássuk ugye a Tesla autót. Tehát, hogyha ott fejlődés van, nekünk is nem. Emberek vagyunk, és nem robotok. Lehetnek hibáink, és igen, pirulhatunk, izgulhatunk, rendben van. És egy állásinterjún, ha főnök akarok lenni, illik magabiztosnak lenni. Én korábban, amikor kisgyerek voltam, akkor a foci közben, a foci előtt nagyon izgultam. És az volt az én technikám, hogy folyamatosan hajtogattam azt, hogy nem izgulok, ha izgulok, akkor nem lesz jobb, az nem segít, és ezt hajtogattam, és nekem ez volt a technikám, nekem ez működött, belebeszéltem a saját fejembe azt, hogy az izgulás az adott esetben káros a teljesítményemre. Milyen technikákat ismerünk, amik tényleg segítetnek?
Nagyon érdekes, hogy a te tudattalatid válaszolt a nem mondatra. Mindenféleképpen, amit te csináltál, az működik, csak egy picit korrigálással, hogy azt kell mondani, hogy nyugodt vagyok. Vizualizálni kell egy nyugalmi állapotot. Csak pozitívan kell hozzáállni, illetve én azt mondom, hogy nagyon fontos az a reggeli tükörbe tekintés saját magunkkal, és azt mondani, hogy figyelj, teljesen rendben vagy. Úgy vagy rendben, ahogy ma vagy, és ezt fogadd el. És igen, ez egy olyan praktika, amit ha minden nap megcsinálsz, mire odaérkezel, hogy tarts akár egy műsort mondjuk, vagy vezess egy műsort, vagy egy prezit, akkor rendben leszel. Hát nagyon szépen köszönjük. Én is nagyon szépen már köszönöm, izgulok, hogy itt lehettem. Izgulva öltem ide, de most már nem izgulva. Izgulva öltem ide, de semmi baj. Ez csak azt jelenti, hogy tétje volt a számodra a beszélgetésnek, nem volt mindegy, hogy érdekelt milyen lesz. A téma. Köszönjük szépen. Köszönöm én is szépen, hogy itt lehettem.